Az oltalom szeretett szolgálat 15 éve tartja a kapcsolatot a nem mindennapi bajorországi faluval. Az elmúlt évek szoros szakmai együttműködése, tapasztalat cseréje pedig tovább folytatódik, jelentette be a szervezet intézményvezetője. A nagy testvér, ők, akik 120 éve foglalkoznak hajléktalan ellátással, és nagyszerű tapasztalati lehetőséget nyújtanak a számunkra. Ebben az évben indul a bővülés azzal, hogy az oltalom szeretett szolgálat munkatársai hosszabb időre, fél évre, egy évre is kimehetnek dolgozni Herzogszigmühlébe, egy vagy két ember. Ez jövőre lesz aktuális. Ez egy munkatapasztalat szerzés. Azt gondolom, hogy ez a mi oldalunkról nézve egy nagyszerű lehetőség. A falu otthon azoknak az embereknek, akik az életük folyamán valamilyen formában háttérbe szorultak. Herzogszigmühle Bajorországban a legnagyobb intézmény, falu a hajléktalanok számára. 120 éves múltra tekint vissza, magas a szakmai színvonala, hiszen többek között orvosok, pszichológusok, szociális szakemberek és pedagógusok is segítik az érintetteket. Lakhatási lehetőség is van számukra, ezért is gondolom azt, hogy úgy, mint az oltalom szeretett szolgálat, mi is az elesetteket segítjük, és a mi munkánk alapja is a keresztényi hit. Az oltalom szeretett szolgálat többek között nappali melegedőt, éjjeli menedékhelyet is biztosít a rászorulóknak. Munkatársai 7 ellátási területen dolgoznak, és több mint 300 hajléktalannal tartják a kapcsolatot. Ezekkel az adatokkal Észak-Kelet-Magyarország hajléktalan ellátásában a legnagyobb szervezet. Célja, hogy a bajor szociális ellátás módszereit meghonosítsák ebben a régióban.